Fennállásának 20 éves jubileumát ünnepli a hospice osztály elsők között az országban. A világnap kapcsán tartott rendezvényen dr. Maszárovics Zoltán, a Markot Ferenc Kórház megbízott főigazgatója hangsúlyozta, ez a nap a hétköznapi hősökről szól, akik minden nap áldozatos munkát végeznek. Az eseményen elismerték az év legkiemelkedőbb dolgozóját, aki megkapta az alapítvány díját. Fürné Mosoni Anita, a hospice alapítvány elnöke felelevenítette az elmúlt két évtized legfőbb eseményeit, majd a jövő terveiről beszélt. A padlózatot, a laktanyacsempét, ha sikerülne szebbre, otthonosabbra, modernebbre cserélni, ha más nem szakaszosan. És én azt remélem, hogy egy kis gyöngyszem lesz ez a kórháznak és az életében, a betegek és a hozzátartozók életében is, a méltó környezet kialakítása.